információt nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Miniszterhez. A kedvezmények megvonásával vagy drasztikus áremeléssel kívánja a kormány visszapótolni a helyközi közösségi közlekedéstől elvonásra kerülő 40 milliárd forintot címmel. Bödes Barna képviselő urat illeti a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt ház! A jövő évi költségvetés megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosítja a fogyasztó árkiegészítésről szóló törvénynek a kedvezményes jegy- és bérletfajták utáni tételes árkiegészítés összegét meghatározó mellékletét, oly módon, hogy az államilag szociális okokból elrendelt utazási árkiegészítések összege a helyközi közlekedésben január 1-től jelentős mértékben csökken. Elépésüket a következőkkel indokolják, idézem. A közösségi közlekedés hatékonyságának javítása érdekében 2012-től olyan új intézkedések bevezetésére kerül sor, amelyek a költségvetési támogatási igények mérséklődésével járnak. A közösségi közlekedés hatékonyságának javítása lehetővé teszi, hogy a közlekedési vállalatok támogatására már kisebb összeget fordítson a költségvetés. Ennek részeként a fogyasztói árkiegészítési kiadási előirányzat 16 milliárd forinttal csökken. Önök a közösségi közlekedés hatékonyságának javulásával indokolva összességében 40 milliárd forinttal kívánják csökkenteni a személyszállítási ágazat támogatását. Azt állítják, hogy ez a hatékonyságjavulás már 2012-ben bekövetkezik, ugyanakkor sem a 2012. évi menetrendi időszakra elfogadott menetrendek összehangoltsága, sem az egyes közlekedési vállalatok integrációja, egymással szembeni versengésük csökkentése nem mutat olyan javulást, amely megalapozná azon reményüket, hogy ez a költségvetési forrás a szolgáltatási színvonal csökkenése, a menetjegyek árának drasztikus emelése, avagy a szociális okokból folyósított kedvezmények jelentős csökkentése nélkül megvalósítható lenne. A Nemzeti Közlekedési Holding eredeti koncepciója megbukott, ma már csupán a széttagolt MÁV vállalatok egyébként indokolt újraegyesítésében gondolkodnak. A fogyasztói árkiegészítésről szóló törvényt, melyet az önök által jogosan bírált Gyurcsány kormány változtatott meg az Európai Unió szabályaival ellentétes módon, önök megtartották, és úgy fejlesztik tovább, hogy a szolgáltató vállalatok kényszerűen egyre nagyobb mértékben társfinanszírozói legyenek az államilag garantált szociális transzfereknek, amelyek az általuk nyújtott szolgáltatások további leromlásának veszélyét hordozzák magukban. Kérdezem államtitkár úrtól, hogy a kialakult helyzetben az ágazattól elvont 40 milliárd forintot, valamint az ÁFA kulcsának 27%-ra történő emelését kivel óhajtják megfizettetni? Még brutálisabb menetjegyárak jönnek? A szociálisan rászorulók, a gyermekeket nevelő családok fogják ennek árát megfizetni? Vagy a MÁV-start és a volánvállalatok további eladósításával, a pályaalapotok, a leharcolt járműpark további lerontásával, a fejlesztések elmaradásával takarítják meg a fenti összegeket? Várom megtisztelő válaszát. Megadom a szót Fónagy János államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Engedje meg, hogy a kérdésemet a helyközi-helyi közlekedés és a pályafenntartás költségeidnek együttes tárgyalása alapján adjam meg. A Széll Kálmán tervben és a 2012-es költségvetésben foglalt célok fenntarthatóságát biztosítanunk kell. A kormány ezért újjászervezi a közösségi közlekedést, ezért alakított át a fogyasztói árkiegészítést, és ezért kívánja átalakítani az utazási kedvezmények rendszerét. Arra törekszünk, hogy a szolgáltatók pénzügyi egyensúlya, finanszírozása és működési biztonsága fenntartható, a szolgáltatási szint pedig növelhető legyen. A jövő évi költségvetésről szóló törvényjavaslat helyi közi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése céljára mintegy 183 milliárd forintot irányoz elő, ez alig kevesebb, mint a 2011 évi költségvetés törvény alapján az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 185 milliárd forint. A 2012-es költségvetési törvényjavaslat fogyasztói árkiegészítés céljára 93 milliárd forint kiadást tartalmaz, amely valóban 16 milliárddal kevesebb az idei évhez képest. A 2012 évi költségvetést megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, azonban a fogyasztói árkiegészítésről szóló
2003 évi 77-es törvényt úgy módosítja, hogy ez a költségvetési kiadásmérséklődés a helyi közi közlekedésben nyújtott utazási kedvezmények után a szolgáltatóknak járó fogyasztói árkiegészítésen keresztül valósuljon meg. Összességében tehát valóban csökken a helyközi személyszállítási közszolgáltatóknak ezeken a címeken jutatott költségvetési támogatás, ennek mértéke azonban a közösségi közlekedés egészét nézve reális és megalapozott. A Széll Kálmán terv alapján jelenleg folyamatban lévő közösségi közlekedés átszervezésére irányuló munka, melynek eredményeként csökken a helyközi közlekedési cégek, elsősorban a MÁV csoport költségszintje, így várhatóan javulnak-e cégek működés, pénzügyi működési feltétele is. Az utazási kedvezmények rendszerének áttekintése alapján kialakítandó új kedvezményrendszer révén pedig az utazási szokásokat és a szociálpolitikai megfontolásokat szem előtt tartva a kedvezmények célzottsága és eredményességének növekedése várható. Széll Kálmán tervben foglaltakkal összefüggésben folyamatban van a Nemzeti Közlekedési Holdinggal kapcsolatos feladatok előkészítése, végrehajtása, melynek célja a közösségi közlekedési vállalatok működési hatékonyságának növelése. Az érintett vállalati kör tekintve változatlanok a kormány tervei, a holdingba továbbra is integrálni kívánjuk a MÁV vállalatok mellett a Volán társaságokat is. A jövő évi költségvetés kapcsán fontos jelezni, hogy a vasúti pályahálózat működtetésének költségterjesztése céljára az idei összegnek több mint a kétszeresét, 47 milliárd forint kiadást irányoz elő, ami érdemi javulást jelent. Összefoglalva, bízom benne, hogy képviselő úr félelmei indokolatlanok, nincs szó a helyi közösségi közlekedést ellehetetlenítő költségvetési kiadás csökkentésről. Sőt, a tervezett közlekedés szakpolitikai lépések megvalósulásától az ágazat működési pénzügyi feltételeinek javítását várjuk. Kérem, hogy válaszomat méltányolni és elfogadni szíveskedjék. Köszönöm, elnök úr. Megkérdezem képviselő urat, elfogadja-e a választ? Szépen a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr. Válaszát azért nem tudom elfogadni, mert ön is elismerte. Ja, bocsánat. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt államtitkár úr, válaszát azért nem tudom elfogadni, mert ön is elismerte ebben a válaszban, hogy az utazási kedvezményekre nyújtott árkiegészítés ilyen brutális mértékben csökken. Arra viszont nem kaptam választ, hogy kiknek a kedvezményeit és milyen módon kívánják elvonni vagy csökkenteni. Ilyen értelemben a válasz a hiányos, ezért nem tudom elfogadni. Ami pedig a pályahálózat támogatását illeti, ezt nagyon örvendetesnek tartjuk, ugyanakkor nem látjuk azokat a projekteket, amelyek révén például az önök által újraindított mellékvonalakon a 20-30 kilométeres pályasebesség lecsökkenthető lenne. Ilyen értelemben a válasz ez a része is számomra elfogadhatatlan. Nem fogadom el a választ. Tekintettel arra, hogy a képviselő nem fogadta el a választ, kérdezem, az országgyűlés elfogadja-e az államtitkár úr válaszát, kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 199 igen, 85 nem, 0 tartózkodó szavazattal az államtitkári választ elfogadja.